A főváros 18. kerületében is komoly gondokat okoznak a kormányzati elvonások. Itt várhatóan eltűnnek az időseknek, gyerekeknek és a fiataloknak szánt támogatások, mondta el a városrész vezetője egy televízió műsorban. Ezek az elvonások, ezek a brutális megszorítások, amik érik Budapestet, ez mindenkinek egyformán fáj, bárkire is szavazzon. Ugye azt látjuk új eseményként például, hogy a 18. kerületben, saját otthonomnál maradva, az elmúlt években nagyon sok szociális vívmány működött és szerették az emberek. Többek között karácsonykor, éppen most is még sikerült 5000 forintos utalványt nyújtanunk a 65 évnél idősebbeknek, volt iskolakezdési technikai csomag, azon gondolkodtunk, hogy mi is mondjuk a 6. kerület példáján köszönteni szeretnénk a 18 évet betöltött kerületi lakótársainkat, mondjuk mozi egyen meg 10 000 forintos utalvánnyal, amit felhasználhatnak, ezekre nem lesz egyszerűen lehetőség. Természetesen nálunk Újpesten is lázas számolás folyik, hiszen a cél, hogy a kerületben élők minél kevesebbet érezzenek a kormányzati megszorításokból, azokból pedig bőven lesz, és a leltár fájdalmas. A 2020-as évben 2,5 milliárd forintos kiesésről tudunk már beszélni. A 2021-es évben pedig valószínűsíthetően a 3 milliárd forint felé fogunk menni a 2019-es bázis évhez viszonyítva. Az iparűzési adónak a megfelezése az egyéni vállalkozók, a kis- és középvállalkozások részére nagyjából 700 és 1 milliárd forint közötti kiesést prognosztizál. Utóbbi esetben azért nincsenek pontos adatok, mert csak az adóbevallások után derül ki, hányan éltek a könnyítéssel. A bizonytalan számok pedig a tervezést, illetve az újratervezést sem könnyítik, miközben a tét hatalmas, hiszen nagyon sok értéket kellene nagyon kevés pénzből megóvni. Veszélyben vannak az óvodai bérkiegészítések, és veszélyben van a nyugdíjasoknak szánt támogatásaink, hiszen ezek azok a programok, programpontok, amiket valójában az iparűzési adóból, a gépjárműadóból és azokból a forrásokból tudunk fedezni, amik kvázi szabadon felhasználhatók az önkormányzat számára. Ebből tudunk parkokat fejleszteni, ebből tudjuk fenntartani a zöld területeinket, ebből tudunk fákat ültetni, és még sorolhatnám. Az önkormányzat minden esetre a legpesszimistább forgatókönyvvel, azaz 1 milliárdos iparűzési adó kieséssel számol költségvetése készítésekor. Ugyanakkor Déri Tibor abban bízik, sok kerületi vállalkozó is csatlakozik majd Karácsony Gergely kezdeményezéséhez, és nem kéri a felezést, hogy ezzel is helyben az újpestieknek segíthessen.